Bajban vannak a speciális igényű gyerekek, hallás vagy látáskárosultak, csökkent értelmi képességekkel rendelkezők, és mindenki más is, aki eddig kaphatott színvonalas, különleges segítséget a magyar oktatási rendszeren belül, akár integráltan egy úgynevezett normális iskolában vagy óvodában. Oktatási szakemberek szerint az átalakuló rendszernek azok a szolgálatok és szakemberek is áldozatul estek, akik ezt eddig lehetővé tették. És persze áldozatok lehetnek legfőképpen a gyerekek, akik ezentúl majd nem kapják meg a szükséges ellátást, fejlesztést, terápiát, vagy szegregált intézménybe kényszerülnek, ahonnét nehezebb út vezet majd a felsőoktatásba, a munkába, a normális életbe. Fábri Bélával beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm. Mi a probléma? A probléma az, hogy a 2011-ben elfogadott köznevelési törvény rendelkezik arról, hogy azt az unikális európai összehasonlításban is különleges intézményt, amit röviden és egyszerűen nevelési tanácsadásnak nevezünk, a szakszolgálatokról van szó, állami fenntartásba veszik. És 2011 óta nem sikerült kidolgozni azt a szervezeti megoldást és működési rendet, aminek alapján ezt az ellátást a továbbiakban biztosítani lehet. És már eljutottunk oda, hogy a harmadik hetében vagyunk a tanévnek, és ez a rendszer nem működik. A szolgálatok nem működnek, a pedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok nem mennek, nem mehetnek ki óvodákba, iskolákba, várják, hogy hogyan alakul a szervezet. Ez mit jelent pontosan a mindennapokban? Hogyan képzeljük el? Tehát voltak ilyen, vannak ilyen úgynevezett utazó pedagógusok, akik speciális igényű gyerekeket látogattak végig különböző óvodákban és iskolákban eddig, és nekik adtak különleges segítséget, terápiát, fejlesztést. Ők most is vannak, most is dolgoznak. Feltehetően lehet, hogy az intézmény... Dolgoznának, bocsánat, ha lenne intézmény, de hogy az intézményi rendszer átalakul, és még nem kristályosodott ki az új szervezeti rend, ezért nem dolgozhatnak. Tehát ők megvannak, az állásukból nem bocsátották őket, el fizetést kapnak, és ülnek egy irodában, és nem mennek ki a gyerekekhez. Nagyjából igen. A szakszolgálati tevékenység azért ennél több, mert a korai fejlesztésről a pályaválasztási tanácsadásig nagyon sok, 12 tevékenység tartozik ide. Ebbe benne van az utazó gyógypedagógusok tevékenysége is természetesen, és mindazok a szakemberek, akik ezekkel a tevékenységgel foglalkoztak, most várják, hogy hogyan alakul a szervezet, hogyan alakul a működési rend. Az államosítás ugyanis azt jelentette, hogy az eddigi önkormányzatú intézményeket, most röviden és egyszerűen nevezzük ezeket nevelési tanácsadóknak, az állam magához vonta, felügyelet alá vonta, de nem gondoskodott arról, hogy ezek a továbbiakban hogyan működjenek. Nem volt elegendő ez a másfél-két esztendő arra, hogy ezt a rendszert kidolgozzák. Kiket érint most ez a probléma? Legsúlyosabban azokat a gyerekeket, akikre ön is utalt, akik ennek az ellátásnak a részesei, akik ezt az ellátást kapták, a gyerekek és a szülők. Őket érinti legsúlyosabban, mert az ő esetükben azt kell mondani, hogy van egy szenzitív életkor, életszakasz, amikor ha szükséges fejlesztést megkapják, az nagyon eredményes, nagyon hatásos. Ha ez viszont elmarad, akkor ez igazából nem, vagy csak nagyon nehezen pótolható. Talán egyetlen egy példával hagyj érzékeltessem ezt a dolgot, egy egyszerű példával az utazó gyógypedagógusokon túlmenően, hogy nagyjából erre az időre, a korábbi évek gyakorlat alapján mondható ez, szeptember közepére, az óvodába került új kis óvodásoknak a logopédiai felmérése megtörtént. Tudták a logopédusok, hogy ki az, aki logopédiai fejlesztésre szorul. Most nem tudják, mert nem mehetnek ki az óvodába, nem végezhetik el ezt a diagnosztikai munkát. Tehát az áldozat, ha úgy tetszik, hagyj használjam ezt a súlyos kifejezést, a gyerek, illetve a szülő, a család, aki nem kapja meg a szolgáltatást. Ez az egyik probléma, hogy nem ismerik fel időben azt, akinek segítségre van szüksége, és nyilván ennek a jobbik esete az, amikor valakinek egyszerűen csak logopédiai fejlesztésre van szüksége, és a rosszabb, amikor mondjuk nem ismerik fel, hogy halláskárosult a gyerek, vagy igen, valamilyen illetve más. Illetve azok, akik korábban megkapták ezt a szolgáltatást, és folyamatosan szükség lenne erre a szolgáltatásra, a segítségre, támogatásra, azok most elmaradnak, nem kapják meg, mert hisz a pszichológusok, fejlesztőpedagógusok, pszichopedagógusok nem mehetnek. Ezt hogyan képzeljük el? Tehát mondjuk például tudna egy életszerű helyzetet mondani arra, amikor valaki eddig kapott valamiféle rendszeres terápiát, és most ott maradt minden segítségnek. Az utazó pedagógiai szolgálat azt jelenti, utazó gyógypedagógiai szolgálat azt jelenti, hogy gyógypedagógus kollégák, integráltan nevelt, halláskárosult, egyéb fogyatékkal élő gyerekek, sajátos nevelési gyerekekhez jártak ki, utaztak el, ugye, ahogy
a nevükben is benne van, és adták meg azt a segítséget a gyerekeknek, családnak, illetve a velük foglalkozó pedagógusoknak, amire rászorulnak. Most nem lehet utazni, nem mehetnek. A szervezet nem állt fel, tehát a rendszer mondjuk, nem működik. Vegyünk egy halláskárosult gyereket példának, akkor ő milyen segítséget kapott eddig, ami most így úgy, ahogy van, megszakadt? Hát járt hozzá időről időre konzultációra vele. Naponta, hetente? Hetente, két hetente. Hát meg volt egy munkarend, volt egy, hogy tetszik, kötelező óraszáma az utazó gyógypedagógusnak is. Rendszeresen járt ki településekre, intézményekbe, iskolákba, óvodákba, és tartotta ezeket a foglalkozásokat részben a gyerekeknek, részben segített a pedagógusoknak, hogy hogyan foglalkozzanak a gyerekekkel, illetve konzultált a szülőkkel, hogy milyen segítségre van szükségük. Ez a tevékenység egyszerűen leállt. Tehát nem működik a rendszer. Tehát azok a prognózisok, amelyeket korábban szakértők megfogalmaztak, a rendszer úgymond bedülésére, a káoszra, a működés képtelenségre, az iskolák esetében szerencsére, teszem hozzá, nem jött be, de a szakszolgálati tevékenység kapcsán, a nevelési tanácsadás kapcsán most azt lehet mondani, hogy bejött, azaz ez a rendszer nem működik. Ez vajon egy átmeneti zavar, és majd egy-két hónap, és minden tisztázódik, és újra folytathatják a szakemberek ott, ahol abba hagyták, vagy egy koncepcióváltás is, hogy azok a gyerekek, akiknek speciális igényeik vannak, azok ne integráltan normális óvodákban, iskolákban kapjanak drága, különleges segítséget, hanem mondjuk inkább szegregált intézményekben folytassák? Nem, ilyen koncepcióváltást nem látok. Ez egy átmeneti zavar, de nagyon súlyos átmeneti zavar. A szakemberek, akik az új rendszer kialakításával foglalkoznak, közel vannak és látják a folyamatokat, azt mondják, hogy 2-3 hétre van még szükség ahhoz, hogy kikristálosodjon, hogy a rendszer hogyan működjön. Tehát a harmadik hetében vagyunk a megkezdett tanévnek, és majd még 2-3 hét kell ahhoz, hogy a rendszer fölálljon, a működő képessége biztosítva legyen. Ezt azt gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan helyzet. Reméljük, hogy így lesz legalább, és pár hét múlva már minden rendeződik. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta, figyelemmel fogjuk kísérni a témát. Köszönöm szépen az érdeklődést.